Új oktatóközpontot adott át hétfőn délelőtt a Tréner Kft. A repülőtérrel szemben Nyíregyházán. A cég a Nyíregyházi Egyetemmel közösen évtizedek óta pilótaképzéssel foglalkozik. Az itt végzett szakemberek biztos tudásuknak köszönhetően a munkavilágában is megállják a helyüket. A Tréner Kft.-t még 1992-ben alapították, az évek alatt pedig az ország legsikeresebb repülőgépvezető képző cégévé vált. A Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve képez hivatásos pilótákat. Pár évvel ezelőtt pedig nemzetközi szintre is emelkedett a képzés, a Wizz Air légitársasággal közös munkának köszönhetően. A Szabolcsi megyeszékhelyen 50 év alatt már 650-nél is több hivatásos pilótát képeztek ki. Az itt végzett hallgatók keresettek és megállják a helyüket a munkavilágában is. Az alap és a posztgraduális képzésen évente átlagosan 30 hallgató végez Nyíregyházán. A leendő pilóták az ország minden területéről érkeznek Szabolcs megyébe. Bár a diákhitel összege 18 millió forintra rúg diákonként, a végzett pilóták ezt nagyon hamar megkeresik, hiszen már egy kezdő fizetése is havi 1 millió forint körül mozog. Köszöntöm a stúdióban Horváth Pétert, a Tréner Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a Kölcső Televízió nézőit! Új oktatóközpont épült tehát a Tréner Kft. Repülőterén. Amint hallhattuk, azért óriási az igény erre. Gondolom, hogy szükség volt valami korszerűbb oktató épületre és berendezésekre is. Igen, azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt évtizedek munkája eredményeként akkor a irányunkba akkora pióta igény lépett föl, hogy a Wizz Air is belépett ebbe az egyetemi képzés mellé, mint kadétprogram, ahol szerződésünk van évi 60 kadét kezdésére, körülbelül másfél-kettő éven belül végez annyi a tanulási időszaka, és ennek a létszámnak, a magasabb létszámnak a kezelésére kellett bővíteni a képzés helyünket, oktatótermeket, és az egyetemi szimulátor mellett egy másik saját szimulátort, egy új szimulátort be kellett üzemelnünk, ehhez pedig hely kellett, ez pedig egy új oktatási központban valósult meg most. Mekkora összegű volt ez a beruházás? A szimulátorral együtt meg más épületnek a beruházás összesen 700 millió forintos saját erős beruházás történt. Valamilyen pályázat vagy pályázati projekt sikerült-e ebben a beruházásban, vagy ez teljesen saját erőből? Ez teljesen saját erő volt, hisz általában uniós pályázatoknak ki vannak zárva a repülőterek. És ezt valami olyan szinten kezelik, hogy ez repülőtér, holott ez egy iskola, repülőiskola, és a repülőgépek is általában ki vannak zárva ebből a pályázatokból. Úgyhogy mi ezt önerőből valósítottuk meg. Meglehetősen régi múltra tekint vissza a pilóta képzés Nyíregyházán. Egy picit beszélhetünk erről, hogy ez hogyan alakult annak idején? Hiszen országosan egyedülálló az a pilóta. Így van, a 68-ban kezdődött Nyíregyházán a pilóta képzés. Ez megőrzőség pilóta képzésére alakult. Az ország keleti, legkeletibb városában, ahol alkalmas repülő volt erre. És 1990-től már a mezőség pilóták nem volt szükség. Mi ezt a piac igényéhez alkalmazkodtunk, és átértünk a kereskedelmi pilóta képzéshez. Hát korábban is a főiskoláról kerültek nagyon sokan be a légitársaságokhoz, legtöbben a Maléfhez és máshova is, és 90-től kereskedelmi pilótákat képzünk egyetemmel közösen, a város repülőterén, nagyon jó kapcsolat mind a kettővel, meg is maradt, és a korábbi eredményi és munkánk miatt ez a Wizz Air légitársaság belépett a látókörünkbe, hisz nagyon sokan voltak ott, akik itt végeztek, és ezáltal egy Wizz Air kadétprogramot hoztunk létre közösen, önállóan a Tréner Kft. És a Wizz Air. Tehát ebben az egyetemnek nincsen már semmilyen szerepe. Ebben az egyetemnek nincs. Megmaradt az egyetemi képzés, mondom, erősítjük egymást, hogy egyetemi hallgatók itt végeznek, az segít minket abba, hogy több jelenkező legyen a kadétprogramba. De látják, akik az egyetemre jönnek, hogy a Wizz Air innen viszi a legtöbb hallgatót. Végül is a kadétprogram erősíti az egyetemet, egyetem pedig a kadétprogramot. Arra ügyelünk, hogy a színvonalat megtartsuk ennek a képzésnek a színvonalát, és mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy mindig a jövőnkért dolgozunk, hogy minőséget, amit egy tudjuk nagyon nehéz megoldani,
de hálásnak sok jelenkezőből nagyot tudunk meríteni a válogatás révén, úgyhogy még mindig nagyon jó alapanyagból dolgozunk, ha szabad így fogalmazni. Milyen feltételeknek kell megfelelni a jelentkezőknek? Nem mi találtuk ezt ki. Van egy mi felvételrendszerünk, elsősorban orvosi alkalmassággal meg lesz ez alapvető dolog. Pszichológiai vizsgálat is. Ezek után egy pályalkalmassági vizsgálatot részt vesznek egész modern eszközökkel. Van egy cég, akivel jó kapcsolatban vagyunk, és egy nagyon jó válogatási módszerekkel, friss kérdésekkel, mi sem tudjuk befolyásolni igazából, teljesen objektíven tudjuk megválogatni. Elsősorban fizika, matematika és angol, ami nagyon fontos, hisz angol nyelven megy az egész képzés. A kadétprogramban elmehet egy gyakorlati képzés is, és az a lényeg, hogy mindenhova igénylik a nyíregyházi pilótákat, akit végeznek. Az eddigi tapasztalatok, ugye 4 éve találtak egymásra a Wizzairrel. Hányan kerültek ki eddig ebből a képzésből? Ebből a képzésből körülbelül 70-en kerültek, a 4 éve kezdték, azt jelenti, hogy körülbelül 2 éve végzett az első csoport. Első csoportunk teljesen vegyes volt, és a Wizzairnek a igénye szerint lengyel és román bázisokra kerestek pilótákat, úgyhogy az első VAPA 1, VAPA 2, VAPA 3-as csoportok, azok első 2 lengyel volt, ami idén végeztek 19-en, 17 román, abban van erdélyi magyar is, de ez angolul ment a képzés, azok is a vége fele jár a képzésnek, és most már teljesen vegyes bolgár, lengyel, román, magyar, angol, európai hallgatóink vannak, akik itt végeznek a Wizzair karrierprogramba. Mit mondhatunk el, milyen színvonalú ez a képzés, mennyire válnak be az itt képződött pilóták? Hát hangsúlyoztam, hogy a színvonalra odafigyelünk, a színvonal őrzésére, hisz nem csak gazdasági vállalkozás, hanem ez igazából tényleg szakmai vállalkozás is valamilyen szinten, ha így szabad nevezni. Úgy érzem, hogy nagyon jó színvonalon végeznek, a Wizzair meg van elégedve a mi itt végzett egyetemen végzett hallgatóinkkal is, hisz azt kell tudni róla, hogy közvetlen befejezze egyetemet, és ott van a Wizzairnek a típus képzésén, ami 2 hónap után Wizzair első tiszt. Azt jelenti, hogy a levegőben, amikor Nyíregyházáról elmegy, 1 órát tölt, 6 darab 10 perces iskolakörre repül Airbuson, ennyit repül a levegőbe, a többi szimulátoron a type ratinget ott kapják. Milyen jövőben gondolkodnak? A jövőnk az, hogy mostani szimulátor, új szimulátor mellé valószínűleg fog kellene egy másikat is vásárolni, hisz a hallgatók 1/3 körülbelül a szimulátorról repülik le, ami nagyon hatékony, tanulás szempontjából gazdaságos is, és jövő az a elképzelésünk, hogy legyen egy 100 fő, jóval 100 fő fölötti végzett hallgatónk évente. Annak örülök, hogy a nagyobbik fiam az visszajött, a vállalkozást folytatja, és azt mondta nekem, hogy kicsik nem szabad maradni, mert kicsik maradunk, akkor nem leszünk. Hiába jók leszünk, de kevesek leszünk. Ezért jóknak kell maradnunk, és igazából mennyiséget is tudni kell, hisz tudjuk, hogy a világ légiközlekedés hogyan fejlődik, saját magunkról tudjuk, hogy nagyon kedvezően repülhetünk Európába, a világon. Horváth Péter, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma este. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.